alapítottunk egy koraszülött mentő alapítványt. Vihar Sarki koraszülött mentő alapítvány néven jött létre az a szervezet, mely a továbbiakban így módon is intézményesített keretek között végzi a gyűjtést a különleges mentőautóért. A szervezet elnöke, az azaz Abdurrahman Abdurrab Mohamed, vagyis Abdul doktor lett, aki eddig is vezető szerepet töltött be a jótékonysági akcióknál. Az alapítvány létrehozásával már a jövő feladataira is gondoltak. Hogy gondoltuk, hogy olyan alapítványt kell alapítani, ami csak koraszülöttekkel foglalkozik, beleértve a szállítás, a szervezés, a gyűjtés, majd később előre kell, hogy látható legyen hogy lesznek majd alkatrészcsere, illetve egyéb műszereknek a cseréje, gyűjtés, gyűjtemény, és akkor úgy gondoltuk, hogy olyan alapítványt kell alapítani, ami Békés megyei, mindenkinek a koraszülött mentő alapítvány, és a neve az Vihar Sarki koraszülött alapítvány, hogy minden Békés megyei embernek a koraszülött mentő alapítvány. Az ország legtöbb megyéjében már van koraszülött autó, Békésben viszont nincs. A gyűjtés azért indult, hogy az igencsak drága, a megfelelő felszereléssel együtt mintegy 50 millió forintba kerülő összeget előteremtsék. Az első átutalások már beérkeztek, de a szervező csapatra még bőven vár munka. Jó hír, hogy több település vezetése is támogatásáról biztosította a kezdeményezőket, emellett magánszemélyek és üzletemberek is az ügy mellé álltak.